Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a topligák legfontosabb hétvégi eseményeiről. A francia bajnokság 27. fordulójának rangadóján a Nice egy hajrában szerzett gollal 1-0-ra legyőzte hazai pályán a Paris Saint-Germain csapatát. A fővárosi együttes története során mindössze negyedik alkalommal francia játékos nélkül lépett pályára Nizzában, ami többek között annak is volt köszönhető, hogy Kilian Mbappét sárgalapos eltiltás miatt ezúttal nélkülözniük kellett, az ő hiánya pedig meg is látszott a vendégek támadójátékán. A párizsiaknak ugyanis az egész meccsen csupán két kaput eltaláló lövésük volt, és egy első félidőbeli Di Maria helyzeten kívül igazán nagy gólszerzési esélyük sem adódott. Messi és Neymar szinte teljesen észrevehetetlen volt, utóbbi ráadásul a hazaiak vezető és egyben 3 pontot érő találatában is főszerepet játszott. A csereként beállt Andy Delor 88. percben lőtt szépségdíjas gólja előtti akció ugyanis a brazil klasszis labdavesztéséből indulhatott meg. A Nice így 1-0-ra nyerni tudott, és a Monakótól 1-0-ás vereséget szenvedő Olympique Marseille-t megelőzve felépett a második helyre a tabellán, amit botlása ellenére továbbra is a 62 egységgel rendelkező Paris Saint-Germain vezet, ráadásul tetemesnek mondható 13 pontos előnnyel. A góllövő lista élén sem történt változás, az továbbra is a Monaco 15 találatos csatára Wissam Ben Yedder vezeti, akit két egyaránt 14-14 gólt jegyző játékos, a párizsi Kilian Mbappé és a renni Gaëtan Labord követ a sorban. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. 1-1-es döntetlennel ért véget a Bundesliga 25. fordulójában megrendezett Bayern München Bayer Leverkusen rangadó. A találkozón a hazai csapat szerzett vezetést méghozzá középhátvédje Niklas Züller révén, aki a 18. percben egy szöglet utáni kavarodás végén vette be a gyógyszergyáriak kapuját. A müncheniek ezt követően is támadásban maradtak, és újabb 18 perc elteltével Thomas Müller is eredményes tudott lenni a Bayern részéről. Apró szépséghiba, hogy a támadó középpályás, aki egy kapu elé csavart leverkuseni szabadrugást szeretett volna hatástalanítani, a saját kapuját vette be, megszerezve ezzel pályafutása 407. Bundesliga meccsén az első öngolját. A hátralévő időben mindkét csapat előtt adottak nagy helyzetek, a vendégek egyszer még a kapufát is eltalálták, több gól azonban már nem esett, így 1-1-es döntetlennel zárult a meccs. Akárcsak az RB Leipzig-Freiburg összecsapás, amelyen hiába birtokolta többet a labdát, már az első félidőben is a hazai csapat Ermedin Demirovic révén a 38. percben a vendégek szerezték meg a vezetést. Az idénybeli második találatát jegyző bosnyák középpályás egy szerencsésen elé kerülő kiugratás után volt eredményes, miután gyönyörűen átpöckölte a labdát a kifutó Gulácsin. Így az első játékrész a Freiburg vezetésével zárult, és a vendégcsapat egészen a 90. percig sikeresen őrizte előnyét a görcsösen játszó hazaiakkal szemben, ám ekkor érkezett a balhátvéd Angelinho, és a spanyol játékos a csereként beállt Szoboszlai Dominik átadása után egy jól eltalált lövéssel döntetlenre mentette a Leipzignak a meccset. A lipcsei együttes így továbbra is veretlen a Bundesligában a Freiburg ellen, amely ezzel a döntetlennel 4 meccsesre nyújtotta a veretlenségi szériáját a bajnokságban, amit továbbra is az immár 59 ponttal rendelkező Bayern München vezet, melynek előnye 9 ponttal a második Borussia Dortmunddal szemben. Ugyanakkor a BVB egy meccsel kevesebbet játszott a bajorokhoz képest, a sárga-feketék hétvégi Mainz elleni idegenbeli bajnokját ugyanis elhalasztották, miután a hazai csapat keretéből 13 játékos is elkapta a koronavírust. A harmadik helyet pedig a 45 pontos Bayer Leverkusen foglalja el, amelyet immár a 43 egységgel rendelkező, a Köln 1-0-ás legyőzésével 4 meccses győzelmi szériában lévő Hoffenheim követ a sorban, amely a Leipziget megelőzve lépett fel a BL indulást érő negyedik pozícióba. A góllövő listát pedig továbbra is a Bayern München 28 találatos csatára Robert Lewandowski vezeti, 8 góllal megelőzve a Bayer Leverkusen támadóját, Patrick Schicket. A címvédő Internacionale nagyon simán 5-0-ra legyőzte hazai pályán a sereghajtó Salernitánát az olasz bajnokság 28. fordulójának péntek esti nyitó meccsén. Pedig a találkozó első nagy helyzetét a vendégcsapat dolgozta ki a 4. percben, ekkor Simone Verdi lőtt 12 méterről, senkitől sem zavartatva csúnyán a kapu fölé. Ám ezt követően már csak a hazai csapatról szólt a meccs, amely a 22. minutumban szerzett vezetést. Ekkor Nicolò Barella gyönyörű átadása után az a Lautaro Martínez volt volt eredményes, aki 8 meccs és 430 perc után talált be ismét a bajnokságban, véget vetve ezzel az interes karrierje eddigi leghosszabb gólcsendjének. Az argentin pedig ettől olyannyira vérszemet kapott, hogy az 56. percig további 2 alkalommal is bevette a vendégek kapuját, amivel a gólok tekintetében átlépte a félszázas álomhatárt az Inter mezében. A kék-fekete mezben 51 gólt jegyző Lautaro második gólját egyébként szintén Barella készítette elő, aki ezzel 9-re növelte asszisztjainak a számát a Serie A mostani kiírásában, megdöntve ezzel az előző idényben felállított 8 gólpasszból álló egyéni csúcsát. A hátralévő időben aztán a milánóiak részéről Edin Dzséko is betalált 2-szer, így az Inter a 2 csapat első salernói meccse után ezúttal is 5-0-ás győzelmet aratotta a bordómezes újonc ellen. Legutóbb egyébként az 1958-59-es idényben történt olyan a Serie A-ban, hogy egy csapat egy idényen belül 10-szer is betalál ugyanazon ellenfél kapujába. Az a bravúr akkor a Fiorentinának sikerült, amely 6-0-ra, illetve 4-0-ra páholta el a Torino csapatát. Ha nem is ilyen simán, de győzött a Juventus is, amely 1-0-ra verte odahaza a Spéciát. A rendkívül tartalékosan felálló, sérülések miatt többek között Paolo Dybalát, Leonardo Bonucci-t, Giorgio Chiellinit és Denis Zakariát is nélkülözni kényszerülő torinóiak remek első félidőt produkáltak, és Álvaro Morata 21. percben lőtt góljával teljesen megérdemelten kerültek előnybe a kapujukra, semmiféle veszélyt nem jelentő vendégcsapat ellen. A második félidőben viszont fordult a kocka, a Juventus visszább a tempóból, a hazai csapat az eredménytartására törekedett, ami kis hián megbosszulta magát, hiszen a Spezia több nagy lehetőséget is kidolgozott a zebrák kapuja előtt. A vendégegyüttes azonban nem tudott élni a lehetőségeivel, így a Juventus végül 1-0-ra nyert, 14 meccsesre nyújtva ezzel a veretlenségi sorozatát a bajnokságban. A forduló rangadóját Nápolyban rendezték, ahol az AC Milan 1-0-ra győzni tudott a Napoli ellen. Az első félidőben nem sok említésre méltó dolog történt, taktikailag ugyanakkor egyértelműen a Milán akarata érvényesült, amely magasra feltolt letámadásokkal már a Napoli 16-osánál igyekezett megakadályozni a déliek támadás építéseit, ami olyan jól sikerült, hogy Luciano Spalletti legénysége csak nagyon ritkán tudott eljutni a vendégek kapujáig. Így a Milán vezetőgólja sem volt érdemtelennek mondható, amit a 49. percben az Olivier Giroud jegyzett, aki Davide Calabria rosszul eltalált lövése után vette be közelről a Napoli kapuját. Érdekesség, hogy a veterán francia csatárnak minden tétmeccset figyelembe véve ez már a 11. találata volt ebben az idényben, azonban ez csupán az első, amit nem a San Siróban szerzett. A Napoli ezt követően nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, azonban igazán nagy helyzetet nem tudott kidolgozni a remekül védekező Milán kapuja előtt, sőt, ha Alexis Szálemákörsz a ráadásban kicsit higgadtabb, akkor a piros-fekete alakulat simább győzelmet is arathatott volna, de a belga szélső szemben a kapussal senkitől sem zavartatva nem tudta gólra váltani az ittszerét. A Milán azonban így is bezsebelte a 3 pontot, ez a siker pedig azt jelenti, hogy a rosszonéri sorozatban másodjára győzi le idegenben a Napolit, amihez fogható bravúrra legutóbb 1981-ben volt képes a piros-fekete csapat. De a csapat edzője Stefano Pioli is megszakított egy rossz egyéni sorozatot. A Milán trénere ugyanis eddigi pályafutása során először tudott meccset nyerni a Serie A-ban egy Luciano Spalletti által irányított ellenféllel szemben. Ezzel a győzelemmel ráadásul a Milán ismét az érre állt a bajnokságban. A milánóiak 28 forduló alatt 60 pontot gyűjtöttek, amire legutóbb egyébként a 2011-2012-es idényben voltak képesek. A második helyet pedig az 58 pontos városi rivális Inter foglalja el, amely 1 ponttal előzi meg a harmadik Napolit, míg az 53 egységgel rendelkező Juventus az Atalanta AS Róma elleni vereségét kihasználva megerősítette a 4. pozícióját a tabellán. A góllövő lista élén pedig újfent holtverseny alakult ki, miután a Juventus erősítő Dusan Vlahovic ebben a fordulóban nem tudott gólt szerezni. A Láció csatára Ciro Immobile viszont betalált 1-szer, így a 2 játékos jelenleg egyaránt 20-20 góllal rendelkezik. Immobilével kapcsolatban egyébként mindenképpen említést érdemel, hogy a Cagliari ellen szerzett góljával beérte a Láció Serie A-ra vonatkozó örök góllövő listájának élén a 143 gólt jegyző Silvio Piolát. Látogass el a büntető.com-ra és olvas exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Emellett elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. A Premier League 28. fordulójának szombati játéknapján a Chelsea kiütéses 4-0-ás vereséget mért a hazai pályán játszó Burnley-re. pedig a gól nélküli első félidő alapján nem úgy nézett ki, hogy a kékek ilyen fölényes győzelmet aratnak majd, hiszen ebben a játékrészben helyzetig sem sikerült eljutniuk a vendégeknek. A második félidőben azonban megemberelte magát Thomas Tuchel legénysége, amely Reece James révén a 47. percben szerezte meg a vezetést. Az angol jobbhátvéd egy remek egyéni alakítás után talált be, majd ezt követően Kai Havertz pillanatai következtek. A német középpályás ugyanis az 52. és az 55. minutumban is gólt szerzett, vagyis a Chelsea a második játékrész első 10 percében 3 gólt is szerzett, amivel el is döntötte a 3 pont sorsát. Ez fogható bravúrra, vagyis a második félidő első 10 percében lőtt 3 gólra legutóbb egyébként a Manchester City volt képes a Premier League-ben, még 2015. októberében a Newcastle United ellen. A Chelsea negyedik és egyben utolsó gólját pedig Christian Pulisic jegyezte a 64. percben, így a londoniak végül 4-0-ra nyertek, ami azt jelenti, hogy 2012. decembere és a Tottenham óta övék az első csapat az angol élvonalban, amelyik egy gól nélküli első félidő után ilyen nagyarányú sikert tud aratni egy idegenbeli mérkőzésen. Győzött a Liverpool is, amely Sadio Mané góljával fektette két várra hazai pályán a West Ham United csapatát. A szenegáli játékos a 27. percben vette be a kalapácsosok kapuját, méghozzá annak az Alexander Arnoldnak a lövésszerű jobboldali beadása után, aki ezzel idénybeli 16. gólpasszát jegyezte, amivel már is megdöntötte az egy szezonon belüli 15 asszisztból álló egyéni gólpassz csúcsát, amit a 2018-19-es, illetve a 2019-20-as szezonban állított fel. De mindenképp említést érdemel egy másik liverpooli játékos, Virgil van Dijk is, akinek a 2018-as érkezése óta ez volt a 60. hazai meccse a vörösök mezében, és ezek közül még egyet sem veszített el Jürgen Klopp csapata, ami új rekordnak számít a Premier League-ben. A forduló csúcsrangadóját Manchesterben rendezték, ahol a városi derbin a hazai pályán játszó Manchester City 4-1-re kiütötte a Manchester United-et. A sérült Cristiano Ronaldo nélkül felálló vörösördögök csupán az első félidőben voltak méltó ellenfelei a hazaiaknak, akik ugyan Kevin De Bruyne révén már az 5. percben előnybe kerültek, azonban ezt követően inkább a vendégek akarata érvényesült olyannyira, hogy a 22. minutumban Jadon Sancho remek csavarásával az egyenlítés is összejött nekik. Ettől aztán magához tért a City, amely mindössze 6 perc elteltével a második gólját jegyző De Bruyne révén újfent magához ragadta az előnyt, és ezután Ralf Rangnick csapatának már momentuma sem volt a meccsen. A második félidőben például kapura lövési kísérletük sem volt a vörösördögöknek, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen a United játékosok a labdával is alig találkoztak ebben a játékrészben. Így a City a 68. percben mindenféle megerőltetés nélkül őrizte az egygólos előnyét, majd a hajrában Riyad Mahrez révén további 2 alkalommal is bevette Deha kapuját, fölényessé téve a hazaiak sikerét. Az algériai játékos ezzel a duplával egyébként minden sorozatot figyelembe véve már 21 gólnál jár ebben az idényben, amivel jelenleg ő vezeti a City házigollövő listáját. A listavezető manchesteri kékek ezzel a sikerrel 69-re növelték pontjaiknak a számát, és 6 ponttal előzik meg a második helyen álló 63 egységgel rendelkező Liverpoolt, míg a harmadik helyet az 53 pontos Chelsea, a negyediket pedig a 48 pontos Arsenal foglalja el. A góllövő listát pedig továbbra is a Liverpool 19 találatos támadója, Mo Salah vezeti, 6 góllal megelőzve 2 csapattársát, az egyaránt 12-12 találatot jegyző Diogo Zsotát és Sadio Manét. A Real Madrid hátrányból felállva 4-1-es győzelmet aratott hazai pályán a Real Sociedad ellen a spanyol bajnokság 27. fordulójában. A királyi gárda az egész meccsen hatalmas mezőnyfölényben játszott, mi sem mutatja ezt jobban, mint az a statisztikai adat, hogy a vendégegyüttes a találkozó folyamán csupán 1 kapura lövési kísérletet tudott felmutatni. Igaz, abból az 1-ből gólt szereztek, amit Mikel Oyarzabal jegyzett büntetőből a 10. percben. Ezt követően azonban már nem sok köze volt a meccshez a baszkoknak, a remekül futballozó Real pedig még a szünet előtt meg tudta fordítani az eredményt. Előbb a 40. percben Eduardo Camavinga, majd 3 minutummal később Luka Modric talált be egy távoli, több mint 20 méterről leadott ballábas bombával. A horvát klasszis ezzel egyébként 36 évesen és 177 napos pontosan a legidősebb Real Madrid játékosnak számít a La Liga 21. századi történetében, aki a 16-oson kívülről szerez gólt egy bajnoki meccsen. A Modric gólját előkészítő Karim Benzemának pedig ez volt a 100. asszisztja a spanyol élvonalban, aminél több gólpaszt ebben az évszázadban csak Lionel Messi és Dani Alves osztott ki a spanyol bajnokságban. A francia csatár aztán a 76. percben büntetőből saját maga is betalált egyszer, majd 10 perccel a vége előtt Marco Asensio állította be a 4-1-es végeredményt. Hozta a kötelezőt az FC Barcelona is, igaz, a katalánok Elche ellen aratott 2-1-es győzelme meglehetősen szenvedősre sikerült. A kiesés elől menekülő hazai kis csapat ugyanis az első félidőben szívósan védekezett és bátran támadott a kiváló formában lévő katalánok ellen, akik ugyan több nagy lehetőséget is kidolgoztak az első 45 perc folyamán, gólt azonban nem tudtak szerezni. Nem úgy, mint a hazaiak, akik a 44. minutumban Fidel révén előnybe kerültek, aki Pedri rosszul sikerült szerelése után vette be Ter Stegen kapuját. A vendégek mestere Xavi a második félidőre aztán pályára küldte Ferran Torrest, akivel megélénkült a Barca támadójátéka, olyannyira, hogy a 60. percben épp a spanyol támadó jegyezte a vendégek egyenlítő gólját. Torres egyébként Jordi Alba lövésszerű átadását váltotta gólra, akinek a 2012-es Barszához való érkezése óta ez már az 55. gólpassza volt a La Ligában, márpedig ennél több assziszttal egyetlen másik topligában szereplő védő sem rendelkezik ezen időszakot figyelembe véve. A Barca az egyenlítés után mindent egy lapra feltéve támadott a második gólért, a 84. percben pedig siker koronázta a próbálkozásait. Egy 16-oson belüli kezezés után ugyanis büntetőhöz jutottak a gránátvöröskékek, amit Memphis Depay magabiztosan értékesített, így a találkozó végül 2-1-es vendéggyőzelemmel zárult. Fontos meccset nyert meg az Atlético Madrid, amely a forduló előtt még a 3. helyen álló Real Betiszt verte idegenben 3-1-re. A címvédő már a 2. percben megszerezte a vezetést, Ángel Correa beadása után Joao Félix talált be közelről, megszerezve ezzel 2020. júliusa és Álvaro Morata óta a leggyorsabb Atleti gólt a spanyol bajnokságban. A Betisznek erre a találatra azonban még volt válasza, nem is akármilyen. Cristian Tello egy 20 méterről leadott gyönyörű csavarással legalizálta az első félidő ráadásában. A sevillai gárdának ez egyébként már a 17.-16-oson kívülről szerzett gólja volt ebben az idényben, ami magasan a legtöbb az 5 topligában szereplő csapatokat figyelembe véve. A pontszerzéshez azonban ez a találat sem volt elég. A kontrákra berendezkedő Atlético ugyanis a 2. félidőben 2 gyors akció végén Joao Félix és Thomas Müller révén további 2 alkalommal is bevette a hazaiak kapuját, és végül teljesen megérdemelt 3-1-es győzelmet aratott. A fővárosi gárda 2012. szeptembere óta először tudott legalább 3 gólt szerezni a Betis vendégeként, és Diego Simeone 48 pontos alakulata ezzel a sikerrel fellépett a 4. helyre a tabellán, amit továbbra is az immár 63 ponttal rendelkező Real Madrid vezet, amelyet az 55 pontos Sevilla követ a sorban, míg a 3. pozíciót a 48 megszerzett egységével a Barcelona foglalja el, amely az első forduló óta először áll dobogós helyen a mostani idényben. Külön érdekesség egyébként, hogy a Real Barca Atlético trió egyaránt 3 meccses győzelmi szériában van, ilyenre pedig legutóbb 2019. januárjában volt példa a La Ligában. Ami pedig a góllövő listát illeti, azt továbbra is az immár 20 találatnál járó Karim Benzema vezeti, akinek ez sorozatban a 4. olyan La Liga idénye, amikor eléri ezt a gólmennyiséget, márpedig erre ez idáig csak 6 játékos: Edmundo Suárez, Alfredo Di Stefano, Hugo Sánchez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Luis Suárez volt képes a spanyol élvonalban. Ezzel pedig a videónk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket a történésekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.